A modern nyugati kultúránk egyik alapvető értéke az identitás. Higgy magadban! Ne add fel az álmaidat! Állj ki magadért! Értékeld önmagad és tiszteld a másikat! Respekt! Ezek valóban elengedhetetlen értékek. Mindenkinek szüksége van öntudatra, hogy tisztában legyünk azzal, akik is vagyunk. És mindenkinek szüksége van önbecsülésre. Ez nélkülözhetetlen az élethez. A kérdés, hogy a kultúránk milyen módon formálja az identitásunkat. És az jó-e nekünk? Valóban a helyes értékekre építi-e az identitásunkat a fogyasztói eladáscentrikus kultúránk? Valóban képes az igazságra vezetni minket önmagunkkal kapcsolatban, a celebvilág világ parasztakításával és a közösségi média manipulációjával? Nem lehet, hogy a kultúrákon kívül van valami, ami alkalmasabb arra a célra, hogy helyesen formálhatja az önbecsülésünket, és azt, hogy mit gondoljunk magunkról. Ez a Paradigma hatodik epizódja. Sziasztok, Záhanyi Viktor vagyok. A mai paradigma problémánk. Ki mondja meg, ki vagyok én? Miért olyan nehéz megismerni önmagunkat? Két identitás típust fogunk ma megkülönböztetni. A tradicionális és a modern identitást. Charles Taylor, kanadai filozófus, Könyvéből fogunk ma meríteni, amelynek a címe Az Én Forrásai. Alcím: A Modern Identitás Formálása. Ebben az írásában a filozófus végigkísérte az elmúlt évszázadokban a tradicionális identitás transformációját a modern identitás irányába. A különbség dióhéjban a következő. A tradicionális identitás belülről kifelé fejlődik míg a modern identitás pont fordítva kívülről befelé formálódik. A tradicionális identitás tehát kifelé fordul azért, hogy megtalálja a nagybetűs igazságot. Ez valamilyen értéket jelöl, ami lehet Isten, lehet család, vagy más hagyományos igazság, mint például a munka, vagy a haza. Miután kiválasztottad a számodra legkedvesebbet, utána visszatérsz önmagadba, és színkeled, ugye, összhangba hozod, az értéket a gondolataiddal, az érzelmeiddel, ezáltal építed fel az identitásodat arra az adott igazságra. Például, ha a család vagy a vallás az alapod, akkor egy házasságtörési kísértés helyzetében a gondolataidat, érzéseidet, vágyaidat fegyelmezed, és visszarendezed azokat az igazságod és az identitásod mentén, és ez segít a saját utadon megmaradni. Továbbá a hagyományos identitás szoros kapcsolatban áll, a családdal, a közösséggel, amelyben felnövünk, megerősítésként, korrekcióként szolgál az identitásunk formálásában. A modern identitás az ellenkező irányba indul el, befelé fordulva igyekszik felfedezni önmagában az igazságot. Majd azok alapján dönti el, hogy ki szeretne lenni. Ezt követően pedig, hogy igyekszed erre hangolni a gondolataidat, itt is, az érzéseidet. Sőt, a környezetedtől is elvárat, hogy alkalmazkodjon a te hoz, és tiszteletbe tartsa a te identitásodat. A modern felfogásban a külvilágnak nincs beleszólása ezekbe a kérdésekbe. Senki sem mondhatja meg neked, hogy te ki vagy, hogy milyen igazságokra építed az életed, és milyen értékrend alapján élsz. Úgy élsz, mert úgy döntöttél, hogy úgy akarsz élni, és az akarsz lenni, amit önmagadban felfedeztél. A modern identitás sem a családnak, sem a közvetlen közösségnek nem ad vétózási jogot, még a véleményét sem kéri ki senkinek. A kultúránk ráadásul ezt a szubjektív felfedezést adottnak, önmagában megálló igazságnak tekinti, megerősítve az egyént bármilyen hitében önmagáról és az értékrendjéről. Mert alapvetően újra hitvallásokról beszélünk, hogy kinek hiszed magadat, milyen értékeket hiszel helyesnek, és a sajátodnak. Erre a hitre épül az identitás. A nyugati kultúra, mondanom sem kell, eltemette a hagyományos identitást, és a zászlajára tűzte a modernet, amelyet úton útfélen hirdet mindenkinek hollywoodi filmekben, közösségi médiákban, nyomtatott és online sajtóban. Ebben az epizódban nem az a cél, hogy feltétlenül és mindenáron védjük a tradicionális identitást. Hiszen annak bizonyos formái megkívánják határozni az egyén döntését olyan lényeges kérdésekben, mint hogy milyen vallást akar követni, vagy milyen szakmában szeretne dolgozni. Sőt, még akár abba is beleszólást akarhat egy tradicionális család vagy közösség, hogy milyen házastársat választhat magának az adott személy. Természetesen a XXI. században mindannyian szeretnénk ezeket a döntéseket magunk meghozni. Mert élni szeretnénk, a szabadságunkkal és vágyunk arra, hogy megvalósítsuk önmagunkat. És ebben valóban korlátozhat a hagyományos identitás felfogás. Azonban a modern identitás nem feltétlenül ad jobb megoldást a tradicionális identitás korlátjaira. Sőt, ma inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a modern identitás milyen óriási hibákba és veszélyekbe vezetheti bele, a figyelmetlen gondolkodót. A modern identitás öt súlyos problémájára szeretnék ma figyelmeztetni mindenkit. Kiválték két apukor, ha a korsodrásában úszva te is eltemetted már a hagyományos identitást, és vakon bízol a modern igazság alternatívájában. Első probléma. A modern identitás inkoherens, magyarán zavaros és következetlen. Befelé fordulva nem tudod felfedezni a magad. Miért? mert gyakran az érzéseink manipulatívak, a gondolataink zavarosak, a vágyaink pedig ellenmondásosak. Például egyszerre vágyunk szerelemre, hogy boldogan éljünk a párunkkal, hogy gyerekeket növeljünk, de ugyanilyen intenzitással akarjuk a karriert is építeni, amiről viszont érezzük, hogy teljes embert kíván. Akkor most melyiket? Vagy egyszerre vágyunk egy, egy szerelmi kaland izgalmára és újdonságára, és a házasságunk biztonságára és kiszámíthatóságára. Melyiket választjuk? Ellenmondásosak a vágyaink. Az érzéseink pedig azt mondják nekünk, hogy például jó ember vagyunk. Noha valójában nem öltünk meg senkit, de mégis frusztrált vagyunk, ahogy bánunk néha az emberekkel, személyesen vagy online. Nem tudjuk a jót tenni, amit szeretnénk. És folyton azzal szembesülünk, hogy nem tudunk olyan jó lenni, mint amire vágyunk, és aminek szeretjük gondolni magunkat. A gondolataink pedig gyakran zavarosak, mert folyamatosan kivannak téve az érzelmeink, a vágyaink nyomásának és a változás kiszámíthatatlanságának. Ezért gyakran azt sem tudjuk eldönteni, hogy mit gondoljuk. Hogyan lehet ilyen bizonytalan alapra építeni egy szilárd, hosszantartó, értékes identitást. A második probléma a modern identitással, hogy az törékeny. Senki sem kérdőjelezheti meg az identitásodat. Senki sem támadhatja az igazságodat. Kizárólag te döntesz önmagadról, az értékeidről. Önmagad, igazolod önmagad. Te törékeny vagy, és ez az identitás is törékeny. Ezért ez nem tud működni. Már a 16. században rámutatott erre egy angol költő, John Donne, idézem, az ember nem egy különálló sziget. Minden ember része a kontinensnek, része az egésznek. Más szóval, az ember az kapcsolatokban tudja megélni az emberségét, nem tudod egyedül. Senki sem mondhatja, hogy mindenki a világon azt mondja, hogy egy szörnyetek vagyok, de én tudom, hogy nem vagyok az, hanem jó ember vagyok. Az ókori görög világban úgy hívták azt az embert, aki nem vett részt a közösségben, a közösség ügyeiben, hanem csak önmagának élt, hogy idióta. Ma azt mondjuk a saját kis univerzumukban élő emberekről, hogy szembe megy az autópályán. Önmagunkban egyedül nem tudjuk helyesen felfedezni az igazságot és az identitásunkat. Mert szükségünk van a kapcsolatok visszajelzésére, korrekciójára, megerősítésére. A harmadik probléma. A modern identitás függőség függő. Ha nem Istentől függünk, hanem tőle várjuk az igazságunkat, identitásunkat, akkor minden mástól. És ebben minden benne van. Akkor az Istennek fogjuk tekinteni azt, fügni fogunk tőle, mert az a dolog vagy személy fog igazolni minket, megerősíteni minket önmagunkban, és megbocsájtani a kudarcunkat, amikor nem tudunk felnőni az identitásunkhoz. Vagy nem fog igazolni, nem fog megerősíteni, nem fog megbocsájtani. Hiába is várjuk azt a bálványunktól. Mert tökéletlen emberek, személytelen dolgok vagy tevékenységek nem tudnak minket megerősíteni, igazolni vagy megbocsátani. Nem tud a munkád, nem tud a karriered, a szenvedélyed, a hírneved, a hatalmad, a pozíciód, az élvezeted, a házastársad, a szeretőd, a példaképed, mert ezek mind földi, véges, tökéletlen eszközök erre. Egyedül Istentől várhatjuk ezt el. A negyedik probléma, a modern identitás elszigetel. Ha önmagad határozod meg önmagadat, és te vagy a saját naprendszered közepe, amikor ő forogsz és forgatni szeretnéd az egész világot, akkor minden embert ennek rendelsz alá. Addig jó egy kapcsolat, amíg hasznot húzol belőle, vagyis megerősít az identitásodban, és igazolja a te igazságodat. Amint ebben kudarcot eldobod, és elszigetelősz tőle. Ez a modern identitás az oka a talán leggyakoribb modern személyiség zavarnak, amihez persze a közösségi média is hozzájárul, a narcizmusnak. A narcizmus kifejezést Sigmund Freud alkotta meg a görög mitológiai alakra, Narcissosra utalva. Ő egy betegesen önhit fiatal férfi volt, aki beleszeretett a saját tükörképébe. Ebből az önbörtönből nem tud szabadulni a modern identitás, és azt hiszi szabadságnak, és azt hiszi önmegvalósításnak. Ötödik probléma. A modern identitás hazudik. Az előző négy probléma alapján világossá vált talán számotokra is, hogy a modern identitás nem identitás, nem igazságot, hanem egy illúziót árul. Jó megmarketingezve. Nem felszabadít, nem megvalósít, hanem manipulál és börtönbe zár. A modern identitás zavaros és manipulatív, törékeny és megbízhatatlan. Báványimádó és kiábrándító, magányos és narcisztikus. Mi már a paradigmapropozíciónk? Bár a tradicionális identitás sem kínál tökéletes megoldást, sőt sok esetben vállalhatatlan a modern ember számára, az azt felváltó modern identitás sok sebből vérzik. Ha elhisszük a modern identitás illúzióját, óriási hibákat követhetünk el, amelyet egész életünkben bánhatunk. Az alapvető probléma, hogy mindkét identitás teljesítményre épül, a mi teljesítményünkre, emberi tökéletlen teljesítményre. A teljesítményünk folyamatosan ingadozik, ezért az identitásunk állandó frusztrációnak, sőt depressziónak lehet kitéve. Akkor nincs megoldás. A keresztény hit, mert egyedül ez kínál olyan identitást, amelyet nem megérdemlünk, hanem megkapunk. Amely nem a mi tetteinken múlik, hanem Isten tettein, Jézus tettén. Mert ő élte azt a tökéletes életet, amit mi szeretnénk. És Isten elfogadta Jézus tökéletes életét a mi helyünkbe is, ha Jézust követjük. Ezért tud Isten belépni az életünkbe, és vezetni minket az igazságra, ha engedjük. Hadd idézzem a Bibliát, Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Ebből még egy dolog következik, a hagyományos és modern identitással kapcsolatban. Nem a családod, közösséged mondja meg, hogy ki vagy, mint a tradicionális identitásban. Nem önmagad mondod meg, hogy ki vagy, mint a modern identitásban, hanem Isten mondja meg, hogy ki vagy. Ő elfogad téged, és ebben a kapcsolatban tudod felfedezni önmagadat. És valóban, ki tudná jobban megmondani, ki vagy, mint az, aki teremtett téged. Ti mit gondoltok? A mai epizód Tim Keller angol podcastjának a Questioning Christianity 8. epizódjára épült. Köszönjük Tim Kellernek, várom a hozzászólásaitokat, és kérlek, osszátok meg gondolkodó ismerőseitekkel. Sziasztok!